Sziasztok! Hát megvolt Molly bulija, születésnapi bulija, most a hétvégén. Nagyon-nagyon szuper buli lett. Az összefoglalót a buliról majd pénteken láthatjátok, most pénteken. Ma azonban egy olyan kis összefoglalóval készültünk nektek, amik a parti kajákról szólnak, hogy miket találtunk mi ki Mollyval, mert azon is komolyan agyaltunk, hogy mivel kínáljuk majd meg a vendégeket. Úgyhogy ebben a kis összefoglalóban ezt fogjátok látni. Az első, az mindjárt a parti kaják sorozatában mindjárt nem étel, illetve étel, egy ételből készülő dekoráció, egy pálmafát készítettünk Mollikával, ez itt állt az asztalnak ezen a részén, egy pálmafa, de hogy miből készült egész pontosan és hogy nézett ki, azt nézzétek most meg. Készül a mi kis pálmafánk. Hát íme a mi kis házi készítésű pálmafánk, az asztal dísze 4 darab ananászból készült, a tetejére a leveleket pedig én készítettem kartonpapírból. Szerintem nagyon helyes lett ahhoz képest, hogy még soha nem csináltam ilyet. A kis pálmafánk alján, itt a tálcán fog állni majd a gyümölcssaláta, ami egy ananászhajó lesz. Most pedig nézzük, hogy hogy készülnek a partira a szendvics nyársak. A következő étel az a
sütinyalóka, mert anya kitalált egy nagyon különleges Hawaii dizájnt, egy nagyon érdekes Hawaii formát dizájnt hozzá, helyesebben egy gyümölcs formát, de nézzétek meg, hogy pontosan hogy sikerült. Anya készített egy nagyon finom gyümölcssalátát, amit ananászhajóba tett. Uh-huh. Nézzétek meg azt is! Na, milyen ananászhajót fabrikáltam? Hát egyelőre még csak a hajó egy része van meg, és a pálmafa, ami színes sárgarépából áll, és egy kaliforniai paprikából van a pálmafának a lombja. Na, mindjárt a helyére kerül.
természetesen inni is kínáltuk a vendégeket, amit egy ilyen csappal ellátott érdekes üvegben szolgáltunk fel, amit egy fatuskóra tettünk. Ezt a fatuskót a fészerben találtam, képzeljétek, valószínűleg évek óta ott hevert, kihasználatlanul, de most elismertük az érdemeit, ide került az asztalra, főhelyre, és ő hordozta magán, vagy ő tartotta magán az italt. Ennyi volt a parti kajákról szóló beszámoló. Az izgalmas része, maga a parti, az majd pénteken érkezik, de szerintem ez is nagyon aranyos és kedves anyag volt. Remélem, hogy nektek is tetszett. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok! Ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, és legyen nagyon szép napotok! Sziasztok! Sziasztok!